Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a videó nézőit. Most a baloldal gazdáinak nézünk utána. Magyarország számára az Európai Unió a koronavírus járvány következményeinek enyhítésére szolgáló helyreállítási forrásokat és a 2021-27-es időszak felzárkóztatási forrásait a tagállamok között utolsóként tavaly decemberben hagyta jóvá. Emellett a 22 milliárd euró felzárkóztatási keretből 6,3 milliárd euró, mintegy 2500 milliárd forint kifizetését befagyasztották. Annak ellenére, hogy Magyarország éves szinten 610 milliárd forintot fizet be az EU költségvetésébe. De vajon kinek áll érdekében Magyarország más tagállamokhoz képest példátlan megkurcolása? Kik mozgatják a háttérben a szálakat? Ennek nézünk utána. Nézzük! Már Ursula von der Leyen is megkérdőjelezhető, hogy valóban az Európai Unió érdekében cselekszik-e. Ugyanis mielőtt 2019-ben német védelmi miniszterből váratlanul az Európai Bizottság elnöke lett, négyszer vett részt a Bilderberg csoport ülésén, ahol a háttérhatalom képviselői évente összeülnek. A Bilderberg csoport ülésére egyébként 2014-ben Bajnai Gordon is meghívást kapott. De nem kell messzire menni, mert az itthon vagy külföldön élő magyarok közül is vannak jó páran, akik esetében felmerül, hogy Magyarország helyett globalista köröket szolgálnak. A teljesség igénye nélkül elsőként Kelemen R. Danielt szeretném megemlíteni, aki az uniós jog amerikai szakértőjeként már 2021 márciusában kijelentette, hogy a magyar kormány megfegyelmezésének megvannak az eszközei, de hiányolja a politikai akaratot az EU részéről. Sajnálja, hogy a néppárt 2013-ban ellenezte a Magyarországgal szembeni határozott fellépést, de 2021-ben az EU-s pénzeket jogállamisági eljáráshoz kell kötni. Az uniós források mellett a 2022-es választásokba is bele akartak szólni a soros hálózat emberei. Itt van például az Action for Democracy vezetőjeként a baloldalnak csak úgy 3 milliárd forint külföldi kampánypénzt felhajtó Korányi Dávid, aki Bajnai Gordonnak volt az államtitkára, és egyfajta homoglobalikusként több globalista szervezetnek is a tagja. De ezzel még nincs vége. Az Atlanti Tanács energiadiplomáciáért felelős munkatársa, az ENSZ fenntartható politikával foglalkozó tanácsadója, a Globsec stratégiai tanácsadója, a John Hopkins Egyetem transatlanti kapcsolatok központjának a munkatársa, felsorolni is nehéz, 2010-ben elnyerte a German Marshall Fund ösztöndíját, és tagja a külkapcsolatok európai tanácsának is. Hát nem csoda, hogy telt neki a Soros Birodalom székhelyén Connecticutban egy 2 millió dolláros villára. Na hát, az EU Deep State-jének nevezett külkapcsolatok európai tanácsában Magyarországot Korányi Dávidon kívül sokat mondóan Soros György, Alexander Soros, Bajnai Gordon, Dobrev Klára, a Gyurcsány régi harcostársaként számon tartott Dezsőfi Tibor, a sorosista Mészáros, Meszerics Tamás, frajdi elszólás, Gyarmati István történész képviselik. Kormány közeli emberként Orbán Anita, a Vodafone Magyarország ZRT vezérigazgató helyettese, és Szemerkényi Réka, volt washingtoni magyar nagykövet van jelen a testületben még. Orbán Anita Bajnai Gordonnal együtt a Globsec igazgató tanácsának is a tagja. Összenő tehát, aminek össze kell. Még Korányi Dávid is tanulhat azonban Dobrev Klárától, akinek felmenői a külkeres maffiához, az Impexes körhöz köthetők. A Tax Justice Network nevű angol kutatócsoport számításai szerint egy üzletemberekből, kémekből, kommunista pártemberekből álló szűk réteg az olajbizniszen keresztül 1980 és 2010 között Magyarországról 242 milliárd dollárt átszámolva 75 ezer milliárd forintot vitt ki offshore cégeken keresztül. Megismétlem az összeget, mert brutálisan sok, 75 ezer milliárd forint. Összehasonlításképp
A Facebook 2021. évi árbevételének, illetve Magyarország 2023. évi költségvetésének több mint a kétszerese, de például Budapest főváros 2023. évi költségvetésének a 161-szerese. Elképesztő ez a pénz. Köztudott, hogy Dobrev Klára, nagyapja, idősebb apró Antal hű kommunista volt, aki fiát, ifjabb apró Antalt állambiztonsági, lányát pedig apró Piroskát, vagyis Dobrev Klára édesanyját, külkeres impexes pályára szánta. Apró Piroska a külkereskedelmi minisztérium után Bulgáriában a kereskedelmi kirendeltség titkára lett. Itt ismerkedett meg férjével, Peter Dobrevvel, aki a bolgár impexes cég első embere volt. Dobrev Klára tehát bolgár-magyar impexes szülők gyermekeként beleszületett a nemzetközi háttérhatalmi hálózatba. Nem kérdés ezek után, hogy kinek az érdekeit szolgálja. Hát a magyar emberek érdekeit biztosan nem.